Európában és Magyarországon is a munkanélküliség az egyik legsúlyosabb probléma, különösen igaz ez a fiatalok esetében, a fiatalok munkanélkülisége és foglalkoztatása tekintetében. De míg a válság kezdetekor a fiatalok munkanélküliségének ugrásszerű növekedése volt a jellemző, ma már az a legsúlyosabb probléma, hogy azok a fiatalok, akik bent vannak a munkaügyi regiszterbe, tartósan is munkanélkülivé válnak. És ez ellen kell nekünk a következő időszakban, a következő években tenni. Ezért döntött úgy a kormány, hogy 2014 és 20 közötti rendelkezésre álló uniós forrásokból az első programok egyikeként fogjuk megindítani, illetve most már múlt időben is mondhatnám, indítottuk el az ifjúsági garancia programot. Erre az uniótól 2017 év végéig a 4 leghátrányosabb helyzetű régióra 15 milliárd forintot kaptunk. Ugye ez azt jelenteni, hogy az a két régió, illetve mondhatnám, hogy 3 régió, mert a közép-magyarországi régiót is ide vehetem, a uniós forrásból, ha csak az unióra támaszkodnánk, ugye nem részesülhetne, miközben tudjuk nagyon jól, hogy nem csak ez a 4 leghátrányosabb régióban élnek fiatalok, akik szeretnének ezzel a lehetőséggel élni. Ezért döntött úgy a magyar kormány, hogy emellé a 15 milliárd mellé még nagyságrendileg 200 milliárd forintot tesz pluszba, azért, hogy a 2020-ig mindenkit, aki 4 hónap pont túli regisztrált álláskereső, meg tudjunk szólítani minden fiatalt. Nagyságrendileg egyébként most olyan 174 ezer fiatalról beszélek Magyarországon, tehát 174 ezer fiatal van, aki jelen pillanatban, aki érintve lehet a programmal.